Sikeres évad, jelentős nézőszámemelkedés, sokszínű koncertprogram, hazai és nemzetközi sikerek. Így lehet röviden összefoglalni a Kodály Filharmónia 2012-2013-as szezonját, amelynek évadzáróját június 11-én tartották Debrecenben. Az eredményekről Somogyi Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia igazgatója számolt be. Az igazgató kiemelte, több mint 66 ezeren vettek részt a koncerteken, ami az előző évad nézőszámának több mint a duplája. A bérletekből a bevétel 10%-kal növekedett, és a látogatottság is nőtt. Az egész évadot tekintve 84%-os volt. Ehhez a jelentős növekedéshez hozzájárult az, hogy két világnagyság is fémjelezte az évad műsorát. Kobayashi Kenichiro és Helmut Rilling koncertjei nem csak a szűkebb, hanem a tágabb régió közönségét is megmozgatták. A világsztárok fellépése mellett egy nagyon fontos építkezés is elkezdődött az együttesek munkájában. Elindult egy ifjúsági program. Ebben a szezonban 47 kimondottan fiataloknak szóló koncertet adott a két együttes, emelte ki Somogyi Tóth Dániel. A Kodály Filharmónia koncertprogramja igen változatos és sokszínű volt. A baroktól a kortárs muzsikáig, a kamarazenétől a popkoncerteken való szereplésig sokféle feladatnak kellett megfelelniük a zenészeknek és az énekeseknek, összegezte az igazgató. Az ifjúsági program az most is nagyon jó számogatott. Közel 10 000, nem több mint 10 000 gyerek látta az előadásainkat, ez nagyon szép. Viszont még szeretnénk jobban interaktívvá tenni, és jobban kinyitni, és a mai gyerekek számára azonnalibban értetődővé tenni őket. Ez egy nagyon fontos feladat. Tehát az ifjúsági programunk az egész biztos, hogy a jövő évadban egy nagyon komoly új irányt vesz, és frissítő irányt vesz, de hát olyan, mert rengetegféle felkérésünk van, nyilván ezekre most még mivel nem szerződtünk még mindenre le, de látszanak, hogy kezdenek olyan kapuk megnyílni, amik eddig nem nyíltak meg, egyrészt nemzetközi szinten is, másrészt pedig a felkéréseknek a presztízs, hát csak is nagyon komolyak tudnak lenni, kórusra, zenekarra egyaránt mondom ezt. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon izgalmas és szép évadnak nézünk elébe, amiben nagyon fontos lesz az is, hogy a zenekar minél többet tudjon elmélyült munkával, próba, műhely munkával foglalkozni. Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az évadzárón elmondta, 2010 után mind a közművelődés, mind a közgyűjtemények, mind az előadó művészet megújult. Beszélt arról is, hogy a magyar zene nemzetközi hírnevének megőrzésére, terjesztésére hivatott, nemzeti minősítést kapott intézmények között van a Kodály Filharmónia is, amely 70 millió forintos többlet támogatást kapott a megemelt működési forrás mellé. Az előadó művészeti törvény értelmében most 2010-től új módon történik a zenei élet intézményeinek, a zenekaroknak, a kórusoknak a támogatása, az állami finanszírozása, hogy egyfajta besorolás, egyfajta minősítési rendszeren mennek át ezek az intézmények, illetve az előző évek munkája alapján kaphatnak minősítést. Kétfajta minősítés létezik, a nemzeti énekkar, a nemzeti zenekar, és a kiemelt kategória. Illetve nyilván van egy harmadik, aki ezekben nem tartozik bele. A filharmonikus zenekar, a Kodály filharmonikusok és a Kodály kórus is a nemzeti kategóriába, az erősebb mezőnybe került. Ez a finanszírozás területén jelent nagyobb biztonságot, hisz így közvetlenül támogatja, finanszírozza a költségvetésből a kulturális ágazat a zenekarunkat. Más vidéki zenekarok is vannak ebben a kategóriában, tehát ez egy országos lefedettségű hálózat szerkezet. Teljesíteni kell ehhez bizonyos nézőszámot, szükség van arra, hogy legyenek minőségi szakemberek, zenészek, énekesek, tehát sokféle dologból, de objektív mérés alapján alakul ki ez a besorolás. És a támogatás mellett, mert így állami támogatás érkezik a zenekarokhoz, nyilván a helyi önkormányzat, mint fenntartó, szintén oda teszi a saját támogatását. És ezt a rendszert, ami működik, támogatjuk most egy külön rendkívüli elemmel ebben az évben, most már a vidéki zenekarokat is, tavaly még ez nem történt, meg most a nagy örömömre, és azt hiszem ez egy fontos lépés, meg tudtuk tenni, hogy vidéken, itt Debrecenben is a nemzeti minősítéssel rendelkezvén a zenekarunk 55 millió, a Kodály kórus pedig 15 millió többlet támogatást, összesen így 70 millió forint többlet támogatást kapnak a munkájukhoz, a debreceni zenei élet gyarapításához. A város nevében Somogyi Béla
kulturális alpolgármester azt emelte ki, hogy a város zenei életében egyre szorosabb együttműködés alakul ki a Csokonai Színház, a Kodály Filharmónia és a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara között. Az évadzáron átadták a 2012-2013-as évad díjait is. Az évad ifjú zeneművészeti díjat Keresztesi Bálint tuba művész, a Kodály Filharmonikusok tagja. Az évad ifjú énekművészeti díjat pedig Beján Miklós Máriusz énekkari művész, a Kodály kórus tagja kapta. Nívó díjat vehetett át dr. Szegedi Zoltánné énekkari művész, a Kodály kórus tagja, és Alexa Lajos szólamvezető harsona művész, a Kodály Filharmonikusok tagja. A Rubányi Vilmosról elnevezett díjjal Vitányi Józsefnek a Kodály Filharmonikusok Debrecen fagott szólamvezetőjének munkáját ismerték el. A Gulyás György díjat Zsengellér Tibor énekkari művész, a Kodály kórus tagja vehette át. Az évad zenekari és énekkari művésze kitüntető címeket a 2012-2013-as évadban Berindán Zoltán, a Kodály kórus tagja, és Rózsa Katalin Villő, a Kodály Filharmonikusok szólamvezető fuvola művésze nyerte el. A díjakat október 1-én a Zenevilág napján adják majd át. A Kumlósi Lajos díjat Kolonics Ildikó, a Kodály kórus gazdasági ügyintézője kapta. A kritikusi bizottság énekkari művészként és szólistaként nyújtott kiemelkedő teljesítményéért Stefanik Mártának, a Kodály kórus tagjának ítélte a kritikusi díjat. Koncertprogramok ebben az évadban nagyon-nagyon sokszínű volt, ez jövőre is így lesz természetesen, hiszen ez a zenekar arról is híres, vagy azért is annyira jó, mert annyi mindent tud játszani, annyiféle stílusban van otthon. Másrészt pedig a nemzetközi szereplők is jelentősek voltak ebben az évadban. Most, mivel most ebben az évadban a két nemzetközi karmester volt, egy Kobayashi Kenichiro meg Helmut Rilling, ugye, mi most egy picit próbálunk itthon fókuszálni, és hát Kocsi Zoltán kétszer jön az évadban, Kovács János kétszer jön az évadban. Ezek mind azt jelzik, hogy nagyon szeretnénk az itthoni nagyon-nagyon komoly zenei nagyságokat minél jobban itt Debrecenbe tudni. A következő évad első koncertjén 2013. szeptember 26-án Kocsi Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vendégeskedik majd Bartók, Kodály és Dohnányi művekkel a Bartók teremben. A jövő évadban is folytatódik a kamarazenekari sorozat, amelyben a bécsi klasszikusok műveivel ismerkedhet meg a közönség. Koncertet adnak a 450 éves Heidelbergi K.T. tiszteletére, és ismét fogadnak majd neves vendégművészeket. Többek között a fiatal kitűnő hegedűművész Xiao Wang, a világhírű operaénekes Rost Andrea és a bécsi filharmonikusok vonós négyese is szerepel majd Debrecenben. A Kodály Filharmónia következő évadját 2014. május 31-én a világhírű Filmzenék újrahangolva című koncert zárja a Kölcsei Központban.